A Stefánia palota patinás falai sok szépet láttak már, de ezt a díjátadó ünnepséget most először. A gálaest nem csak a kitüntetettek számára volt gyümölcsöző, új üzleti együttműködések megalapozására is remek lehetőségek adódtak. A hazai művész és vállalkozói szféra egybegyűltjeit dr. Weinek Leonárd Budapest 14. kerületének polgármestere üdvözölte. A Vállalkozók Országos Szövetsége Közép-Magyarországi Regionális Szövetségének elnöke Radács Ferenc megnyitotta az estét. Szívből gratulálok a kitüntetetteknek, sok sikert a további alkotásaikhoz, érjenek el az elkövetkező időszakban rangos kitüntetéseket, és legyenek egyéni és közös sikereik. Köszönöm a figyelmüket, a mai díjátadó ünnepségünket ezennel megnyitom. Most már... Ezzel el is kezdődhetett 2008 Közép-Magyarországi Prímadíjainak átadása. A magyar oktatás és köznevelés kategóriában Prímadíjban részesül Kis Imre, Nagykörösi Toldi Miklós szakiskola igazgatója. Kis Imre a maga részéről meg is illetődött kissé, hogy ugyan mi végre kap Prímadíjat egy iskola igazgató. Nehéz megszólalni, meghatott az ember. Meghatódott azért, mert egy iskola, amelyik működik, számára legfontosabbak a gyerekek. De hogy ez a külső környezetnek, az iskola használóknak, a vállalkozóknak, a mi tanulóinkon keresztül a vállalkozóknak, egy közegnek feltűnik, hogy hogy dolgozunk, ez nagyon nagy dolog. A következő díjazott Vatti Vadar az építészet építőművészet kategória győztese. Köszönhetően annak, hogy megajándékozta Budapestet a magyar szecesszió, más néven a Bedőházzal. Prágában is van Muhaház, Bécsben is van Klimtház, Budapesten nem volt igazán, de megtaláltuk a Bedőházat, és ez olyan szép ház, hogy azt meg kellett csinálni. No, ugye milyen egyszerű? A magyar zeneművészet kategória egyik díjazottja 2008-ban Szűcs Judit lett. Hát így jár, akit szeret a közönség. Ennyi ajándékot még a diszkó királynőnek sem könnyű tartania. Hát csak annyit mondanék, hogy még egyszer nagyon szépen köszönöm mindenkinek, és remélem, hogy még van jövőm. Köszönöm. Íme a díj, és íme operatőrünk kezének megremegése, mert ennyi szépségtől még ő is zavarba jött. A zeneművészet kategória másik díjazottja a magyar kultúra egyik nagykövete, Mága Zoltán hegedű művész lett. Ő példás szokása szerint ezt az elismerést is jótékony célra fordítja. Varga Petikének, egy 3 éves kisgyermek, aki össejt beültetésre vár, nagyon beteg a kisgyermek, én nagyon bízom benne, hogy ezzel a iciri-piciri kis pénzzel is hozzásegítek a gyógyulásához. És még egy gyönyörű szép kislányt meg szeretnénk említeni önöknek. 8 éves, súlyos betegségben szenved, de van neki esélye, hogy meggyógyuljon. A taps most nem csak a díjnak, a művész elismerésének, hanem az embernek is szól. Az MTK saját nevelésű olimpiai bronzérmes kiválósága ebben az évben, Peking után, a díjazottak élmezőnyében is diadalmaskodik. A magyar sport kategória prímadíjasa dr. Minca Nébaldi Ildikó. Igazi hungarikum lett a népművészet közművelődés kategória díjazottja. Ők a Rajkó zenekar, akik az ünnepség gála műsorának is főszereplői lettek a 2008-as második prímadíj átadásán.